Ebben a különálló épületben található tartalékgenerátor akár több tömbház energiaellátását is képes biztosítani. A rendszer teljesen automatizált. Amennyiben áramszünet lépne fel, az áramfejlesztő automatikusan beindul. Viszont a 240 kWh teljesítményű erőmű még így is csak a kórház szükségleteinek felét képes ellátni. A dízeles áramfejlesztő működése teljesen automatizált. Amennyiben a kórházba vezető két elektromossági vezeték egyikén sem kap áramot a kórház, akkor 10 másodperc elteltével beindul a generátor és biztosítja a legfontosabb részlegek áramellátását. Elsősorban az intenzív osztály, a műtők, a liftek és a kardiológiai részleg kap áramot. Ahhoz, hogy az egész kórház áramellátását biztosítani tudjuk, nagyobb teljesítményre van szükség, különösen a téli időben, amikor jelentősen megnő a hálózat terhelése. Ehhez még egy lenne egy teljesítményét tekintve erősebb áramfejlesztőt idén nyáron szereltek be Ungvár egy másik kórházába. Az intézmény vezetője szerint a generátor kapacitása bőven elegendő a kórház szükségleteinek ellátásához. Egy ilyen áramforrás értéke megközelíti az 5 millió hrivnyát. Ezt az áramfejlesztőt néhány hónapja szerelték be, júniusban üzembe is helyeztük. A teljesítménye 320 kWh, ami teljes mértékben kielégíti a kórházunk szükségleteit. A megyei áramszolgáltatóval kötött szerződésben a kórházunk 300 kWh áramot kap a hálózatról a beszereléssel, vezetékekkel, a hely előkészítésével és magával a generátorral 4 millió 700 ezer rivnyába került minden. Az ungvári szülészetnek is van egy tartalék generátora, amit rendszeresen karban tartanak, és hetente egyszer be is indítják. Ennek teljesítménye alacsonyabb, mint a két korábbi, viszont a szülészet számára ez is elegendő a felmerülő rendkívüli helyzetek esetére. A mi dízel áramfejlesztünk mindössze 70 kWh, ami átlagos terhelés mellett közel 20 órán át képes biztosítani a szülészeten az áramellátást. Ez takarékos felhasználás esetén lehetséges. A karbantartási munkálatokat rendszeresen elvézik rajta, és hetente be is indítják. A testulice vint sötésnyel. Ami az Ungvári Városi Gyermekkórházat illeti, itt nem rendelkeznek nagy teljesítményű áramfejlesztővel, hanem csak egy kisebb 5 kWh generátorral. A városvezetés tisztában van a hiányossággal, és azt ígéri, hogy a közeljövőben gondoskodni fognak a gyermekkórház alternatív áramellátásáról is. A városi gyermekkórházban vannak még hiányosságok. Itt egy 5 kWh generátor áll a kórház rendelkezésére. Ez nem elegendő, ezért a következő tanácsülésen kérvényezni fogjuk a Költségvetési Bizottságtól, hogy utaljanak ki forrást egy nagy teljesítményű áramfejlesztő beszerzésére. <coughs> az ungvár területén található minden kritikus infrastruktúrához tartozó létesítménynek jelenleg minimum két energiaellátási rendszere van amennyiben az egyiket lekapcsolják akkor az intézmény a másikból veszi az áramot Amennyiben az sem működik, akkor lép működésbe az áramfejlesztő. Ukrajnában készen kell állni a kisebb vagy akár hosszabb ideig tartó áramszünetekre, hiszen Oroszország folytatja az ország energetikai infrastruktúrája elleni támadásokat. A még működő hálózat kolosszális terhelésnek van kitéve, aminek következtében bárhol és bármikor sor kerülhet egy áramszünetre.